Ma ünnepli 72. születésnapját Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós 1980 tavaszán indult a világűrbe Bajkonúrból. A közmédia megújult időjárás jelentése különleges virtuális környezetben köszöntötte Farkas Bertalant. Jó estét kívánok, kedves magyar televízió nézők! Mindenkit szeretettel köszöntünk a Szaljut 6 űrállomás fedélzetéről. Így köszöntötte a magyar televízió nézőit Farkas Bertalan a világűrből. Társával, Valerij Kubaszovval 1980. május 26-án, magyar idő szerint 20 óra 20 perckor indultak el a világűrbe a Szojusz 36 űrhajó fedélzetén. Magyarország ezzel a nemzetek sorában hetedikként lépett ki a világűrbe. Az első magyar űrhajós 72 évvel ezelőtt ezen a napon született, erre az alkalomra pedig készült az M1 megújult meteorológiai stúdiója is. A kollégáim nevében boldog születésnapot kívánjak Önnek! A megújult időjárás jelentésben Förhét Szadrien köszöntötte az űrhajóst, aki a virtuális technológiának köszönhetően ismét a világűrben érezhette magát. A híradónak beszélt arról is, hogy milyen volt az időjárás akkor, amikor elindultak az űrbe. Előző éjszaka csörgött, villámlott, borzasztó időjárás volt. Meg is lepődtünk, hisz Bajkonúrban május végén eső igazából nincs. A 40-43 fok az létezett, meg a 45 fok melegben, de megnyugtattak a Kubaszovék és az őrös társaim, hogy ne izgulj, egy nap múlva, amikor startolni fogtok, minden rendben, és így is történt. Emellett mesélt arról is, hogy szerinte a mostani évszázad hatalmas lehetőségeket rejt az űrutazás tekintetében. Ez az évszázad tartogathat még az emberiség számára olyan dolgokat, hogy újból elkerülünk a Holdig, vagy éppen etalántán az évszázad második felében, akár a Marsig. És ez egy csodálatos dolog lenne. Farkas Bertalan nyugdíjas éveiben sem unatkozik. Legnagyobb célja az, hogy ő készíthesse fel majd az utódját, a második magyart, aki kilép a világűrbe. Erre pedig esély is van, ugyanis a magyar űrstratégia része, hogy 2024-ben ismét űrhajóst küldjünk a kozmoszba. Ennek részeként pedig már 2020 végén meg is kezdődött azok kiválasztása, akik részt vehetnek majd a várhatóan magyar-orosz együttműködésben zajló űrprogramban.